A csíkszeredai vasúti híd javítása miatt várhatóan lassúbb lesz a forgalom a pünkösdi búcsú napján, ezért a szervezők kérik, mindenki induljon korábban és tájékozódjon a parkolókat, illetve az útlezárásokat illetően a szereda.ro oldalon közzétett térképekről. Nagy méltóságú és főtisztelendő Udvardi György, Udvardi György veszprémi érsek lesz az idei hagyományos módon tartott csíksomlyói búcsú főcelebránsa és szónoka. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, ahol a közelgő ünneppel kapcsolatos tudnivalókat ismertették. A búcsú jelmondata a ferences rend jelmondata is. Pax et bonum, azaz béke és jóság. Két olyan szót foglal magába a jelmondat, amire mindannyian vágyunk, a békére és a jóságra. Illetve ez a jelmondat már előre vetíti azt a nagy jubileumi év sorozatokat, amelyet 23 és 26 között fog megülni a ferences rend. Csíkszered a városvezetése arra kéri a Parajd irányából érkező zarándokokat, hogy lehetőleg Gyergyószent Miklós felül a Bucsintetőn keresztül közelítsék meg a búcsú helyszínét. Északi részen megfelelő számú busz parkolóhely és kisautó parkolóhely fog lenni, úgy a szomszédos falvakat bekötő megyei utakon, mint a városnak a saját kerületjáról becsatlakozó széles utakon. Ott már autók számára csak parkolni lehet bejönni, viszont a Székelyudvar irányából a vasúti hídunknak a lebontása miatt egy olyan fajta nyomás lehet, hogy azt kérjük, aki nyugatról Székelyudvar irányából érkezik, az nagyon korán induljon el. A vasúti felüljáron zajló munkálatok miatt a város teljes területén dugókra, fennakadásokra lehet számítani, ezért a búcsú szervezői kérik, mindenki induljon sokkal korábban, mint máskor szokott. Az idei búcsún várhatóan azért is többen lesznek, mert két év kihagyás után ismét hagyományos módon tartják. Az útlezárásokat és parkolókat tartalmazó térképek elérhetők a szereda.ro oldalon.